A videó támogatója a Kinyeri Profi Tippadó oldal ingyenes és prémium opciókkal. Nézd rá az oldalra, rengeteg közösségi lehetőség, kuponok és szerencsekerék is vár. A tippversenyen nagy pénznyeremények, privát csoportok meccselemzéssel, bónuszrendszerrel. www.kinyeri.hu, kizárólag 18 éven felüliek számára. Link a leírásban. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Card Zone, és a mai videóban pedig ismételten Fradi karrier javítani szeretnék, egyértelműen javítani szeretnék. Bennem is ugyanakkor a tüskeként él a múltkori rész, hogy hát a remélt legalább két döntetlenből, vagy három pontból, ami ugye akár egy győzelmet is jelenthetett volna a Chelsea-en, semmi nem lett, és esünk így vissza, tehát így nem tudunk előre haladni, és látjátok, nem a góllövéssel van a baj, mert 73 gólt lőttünk, a Manchester City tudott ennél többet lőni egyedüliként, viszont a bekapott gólok szám az undorító, 85 gólt bekaptunk, még az utolsó helyzet Burnley se kapott be ennyi gólt, úgyhogy brutálisan sok gólt kapunk be, és ez jelenleg a legnagyobb problémánk, ezen kellene javítani. 9-ek vagyunk, tehát nem állunk egyértelműen annyira rosszul, csak így meg nem lesz meg a nemzetközi kupás helyezés, amit én nagyon-nagyon szerettem volna, meg szeretnék még mindig. A Tottenham Hotspurt kellene megverni, illetve van egy másik része ennek az egésznek, ahol még esetlegesen valamit csinálhatunk, az pedig az FA kupa, hiszen itt az Arsenal-nal fogunk játszani, és egyéb iránt itt megvertük egy 5-4-re egy parádés mérkőzésen az pályán a Chelsea-t. Szóval aki a múltkori részben ilyen förtelmes stílusban, nem nagyon törölgettem kommenteket, egy párra reagáltam, ilyen, nem tudom, valami bohóc béna kreténnek gondol, nem értek vele egyet, nézd meg, tessék, megvertem a Chelsea-t, és hogy Chelsea-nek ne is haragudjál, de 90-91-es játékosai is vannak, gondolj csak Kár Havertzre, 91-es, Liverpoolnak több 90-ese van, így sorakoznak fel 90-es játékosok nála, nálam a legjobb 85-ös, tehát ne akarjatok azt, hogy én a Liverpoolt meg a Manchester City-t szétverem 8-0-ra, ennyire soha nem fogom, meg semennyire se fogom levenni a nehézséget. Ha szétszivatnak, mint a tavalyi évben, amikor a kiesés ellen harcoltunk, akkor így járok. Ez van, világklasszison jutottam fel a másodosztályba, az első osztályba, világklasszison próbálom végignyomni az FA kupát, ahol most az elődöntőben vagyok, úgy, hogy semmilyen mérkőzésnél nem változtatom a nehézséget sehogy se, és ki van kapcsolva az automatikus mentés, tehát, hogy igazából így nem tudok ezzel mit csinálni, mert bocsánat, be van kapcsolva az automatikus mentés, tehát nem tudok mit csinálni, szóval ha kinyomom a gépet, akkor is, hogyha vége a meccsnek, azt már elmentette, szavasz, és közben megy a rögzítés, ugye, úgyhogy nem nagyon tudok csalni, ezt direkt így állítottam be, úgyhogy itt jutogattunk tovább szépen, az FA kupából még be lehet jutni ugye nemzetközi kupába, úgyhogy még ott van egy kis esélyünk. Itt a Tottenham Hotspur ellen játszunk most, akik ötödikek, tehát ők is jobbak lesznek nálunk. Nem papírforma az, hogy a Ferencváros mindenkit megver. Úgyhogy ne is higgyétek ezt. Én beleadok apait, anyait, meglátjuk. Tényleg itt már szeretnék ebbe a két meccses megoldásba itt most már valami győzelmet összehozni. Mindent meg fogok tenni, de azért mondom, tehát ezek jobb csapatok nálunk, de mindent megteszünk azért, hogy jobbak legyünk. Az első ilyen dolog, amit megteszünk, az pedig a felállás változtatás. Nem tetszik a két csatáros felállás, nincsen olyan csere csatárom, egyértelműen kellene csatár még, nincsen olyan csere csatárom, akit be lehet hozni egy Adamu Marquinhos helyére, viszont ha egy csatárba játszunk, akkor Adamu tökéletes cseréje Marquinhosnak. Ez ennyire egyszerű, nem kell ezt ennél komolyabban túl gondolni. Palacios pedig amúgy is szereti a védekező középpályás pozíciót, úgyhogy ő jöhet hátra, Gavi teljes középpályára, Afifa szélen, ő szeret szélső lenni, Vega is szeret szélső lenni, ezáltal ez itt teljesen rendben van. Kerkez, Szalajatél, Denáert, Ellesz, Lunin az marad. Én attól várok kevesebb bekapott gólt, hogy Palacios védekező középpályásként 81-es defendinggel talán tud segíteni, illetve itt Alonso helyett egy Dansbury Hall, egy Ceballos lehet majd akár ott a megmentő. Vannak jó középpályásaink, tehát ezt simán tudjuk őket cserélgetni majd, ezzel nem lesz gond. Úgyhogy ez a része, ez ennyi. Azt nem tudom, hogy Alonsót itt hagyom, mert nekem szerintem Adamu elég lesz. Elég lesz, úgyhogy szerintem inkább valami Gallardót teszek be, akit amúgy lehet használni támadó szélsőként is. Ott van Ángel Di Maria, aki sajnos veszti a pontszámait. Hát ez együtt kell élni, hogy öreg,
de én azt mondom, hogy próbáljunk meg kimenni így akkor a pályára. Nézzük meg, hogy ez a taktika mit fog érni, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy tényleg mire megyünk a Spurs ellen. Úgyhogy akkor játszunk, nem figyelek most arra, hogy picit fáradtabbak a játékosok, mert ez nem az a fáradtsági szint, amikor hátrány születik be, mert 90-es fitnesszel gurulunk ki a pályára így is. Son, Kane, Kulusevski, Gimenez, Ndidi, Reguilón, Sanchez, Schlotterbeck, Davis, Royal, azért Loris kapuban vannak új játékosok a Tatanembe, és Son, meg Kane, meg Kulusevski biztos, hogy 80 teteje, tehát jobbak lesznek, mint mi, de ettől függetlenül én úgy megy ki a pályára, hogy na, hát ha megnyerjük. Hát ha. Vagy legalább a döntetlen. De az a baj, ez kevés a döntetlen. Most már tényleg nyerni kellene, hogy valamit vissza tudjunk hozni. Exis a Vega. Benne is bízhatunk, úgyhogy tényleg ez olyan, mint a suliba, hogyha kapsz egyest. Én olyan voltam mindig, hogy azonnal javítani akartam. Én leültem, leseggeltem az anyagot, és rohadtul már akartam tanulni mindent, hogy ötösökkel, négyes ötösökkel tudjam bizonyítani, hogy nem. Nem, ott vagyok, csinálom. Ez egy baki volt az előző rész is, megint dupla vereség, de most javítunk. Alexis Vega, akit a szurkolók kitettek. A Grupa Arénában még mindig tehát ez van, hiszen Premier League-ben vagyunk. Tehát nem a Bohóc kupában, nem a harmadosztályban, a Ligue 1-ban, vagy a Championship-ben, vagy a Bundesliga 3-ban, hanem a Premier League-ben, úgyhogy ezt szeretik a szurkolók, és ezért kilátogatnak a Ferencváros éppen aktuális mérkőzéseire. Alexis Vegát simán letolja a Reguilón, megnézzük majd úgy szintén egyébként a pontszámokat a Tatanemnél is, hiszen nagyon kíváncsi vagyok rá. Húha, Son gyors lesz! És sima szerelés nyomtam, valószínűleg rossz ütemben. Kezdődik a mérkőzés 11-essel, az 5. percben Kerkez. Milosunk konkrétan tökön rúgta Sont. Elfektettem, majd belerugott, úgyhogy ez tényleg nem volt szép. Rossz, utána nyomtam a kiszerelés gombot, még figyeltem, hogy ne is legyen becsúszás, vagy semmilyen. Amit elég. Lunin kapu mögött. Kapuba. Hát. Az egy nulla. Nem tudom, miért történik ez mindig velem, de... Hát, 92-es, 11-es rugó. Pont száma van Harry Kane-nek, úgyhogy ott láttuk egy pillanatra kiírva. Érződött, maradunk annyiban. Nem is éreztem az irányt se. Kerkez, ő is javíthat egyet egy szép beadással. Nekem már elég sok boldogságot okozna. A szép beadás az inkább max erős volt, de szépnek nem szép. A passzjáték pedig nem sikerült tökéletesre. Ez az új felállás azért egy kis gyakorlás mindenféleképpen igényel, aztán meglátjuk, hogy tényleg majd mire tudunk vele menni hosszabb távon. Egyelőre arra, hogy Denayerrel nem tudjuk átvenni a labdát. Harry Kane volt az, aki ezt a labdátvételt megakadályozta. Afif, na ő neki a tempója talán visszajött, hiszen sérülése után visszafejlődött most 92-esre, ugye a sérülés miatt. Nagyon megtoltam. A sérülés miatt leesett 91-re, nem, 81-re, 90-ről beszélek. Szóval 81-re, és most visszakapta 82-es eredeti értékelését. Overall pontszámát, úgyhogy ez meg jó. Kulusevski? Az jó, Attila. Nem bírok semmit se csinálni a Tatanem ellen se. Szóval. Nem segít a Fradi, mert ez nem tudok egyszerűen velük mit csinálni, semmit, úgy passzolgatnak ki, ahogy akarnak. És tombolnak a vendégszektorba. Attila teljesen rosszul. És a kapust is kipasszolgatják. Son 15. perces góljával vezetnek. Kerkez. Gyere, Mili! Éj, Kerkez, felborították! Halló. Semmi? Pedig én azt, hogy láttam, felborították Kerkezt. Az jó. Palacios! Azt a mekkora gól!
Palacios védekező középpás létére akkora gólt lőtt a 16-oson kívülről, vagy az már belül volt, bocs. Fújj! Nagy löket az argentin világbajnoktól. Aztán ez most meglepően jó volt. Az első normális lövésünk volt a meccsen, ami úgy tényleg valamire való volt, és az bizony, hogy gól. 2-1. Ebben a helyzetben szerintem több is benne volt. Ha fejjel, akkor talán előrébb vagyunk, mert esetleg Loris kiüti szögletre, és akkor jöhetünk volna, de ez már a múlt. Emerson Royal akcióját kell most megakadályoznunk. Jó! Telles nagyon jól játszik most, a nagy öreg Telles. És Afif már kéri. Afif megszerzi gyönyörűen. Ó, és nem bírja oda passzolni, ahova kellett volna a felfutónak. Ú, de kár érte. Azért nagy kár. Kulusevski. Hoppá. Tyú, de közelről. Les. Szóval egyszerűen lesen volt. Ilyen közelről ez már gyanús volt, hogy les. Cserélési opciónk. Majd gyors cserével fogok élni. Telles, aki amúgy nagyon jól játszik. Afif, akitől még várnék valamit. Mondjuk most, nem? Ketten vették körbe, ketten fogták. Gavi. Dansbury hol veszi maga elé? Nyílik az ablak előtte. Ujj! Loris majdnem benézte. Kisétált az ötös vonaláig, és majdnem Dansbury hol betalált. Úgyhogy egy ilyen bejtős labdát fogunk csinálni. Vega. Az mekkora? Mit csinál? Attilám! Hát nyomom a fejelést a kapura. Extrém jó a mozgása is, nagyon változatos, kiszámíthatatlan játékos. De nem tudott most jól lőni, pedig nagyon közel volt. Egy pici szabálytalanságot éreztem, de... mondjuk ez is az volt. Szegény, basszus. Lehet megsérült. Na mindegy, mindjárt megfogja a kapus, aztán kiderül, hogyha tényleg megsérül, de az mondjuk para. Nem akartam senkit leséríteni, semmilyen szándék nem volt bennem. Vega! Nem bírjuk Marquinhosnak odaadni. Marquinhosban most nem érzem az átütő erőt sajnos. 60. perc, 2-1-nél, és úgy nézem, talán felépült, aki ott fájlalta a lábát. Nem kell ennyire törődnöm a Tottenham Hotspur játékosaival. Már aztán annyira törődök velük, hogy gólt lőnek. Végén csak jó fel akartam lenni. Lefotóznak, nézed a szon. Nézzük meg, mit tudnak. Megcseréljünk. Nézzük meg, mit tudnak ezek a Tottenham Hotspur játékosok overall pontszámra. Szon 88-as. Érezni. Nagyon jól játszik. Harry Kane 89-es. 2 assziszt, 1 gól. Eddig meccsembere. Kulusevski 86. Gimenez 86. Wilfred Ndidi, aki lesérült egyébként. 86-os. Regulian 80. Tehát eddig 5 játékos néztünk meg. Mindegyik jobb, mint nekünk, bármelyik játékosunk. Csak úgy hozzátartás, vagy mihez tartás véget. Davison Sanchez, Schlotterbeck, és imént egy 86-os játékos. Ben Davis, 79, Emerson Royal, Loris és a padon Perrot, Tengai 82-vel, Richarlison 84-en, Mané 87-tel, Carvajal meg Lafont. Ezek a játékosok, kérem szépen, nálunk kezdő csapatosak lennének. Csak mondom. Na mindegy, Adamu Alexandrot behozzuk, Kerkezhet, mert Kerkezne úgy érzem nem tud mit kezdeni az ellenféle, illetve Afif és Ángel Di Maria is itt egy csere is, pozíció csere is érkezik, úgyhogy ezzel tudunk valamit még rohamozni, így egy jó nagy cserét hajtunk végre, és akkor megpróbáljuk Adamuékkal, Ángel Di Mariával valamit összehozni, hogy legalább mentsük a pontot, hogyha még van egyáltalán itt bármilyen pontszerzési lehetőségünk. Gavi jól játszik, jó labdákat szerez. A többiek azért nem tudnak hozzá felnőni. Palacios! Ó, és Dansbury hollal ott lőttem volna. Lehet el kellett volna lőni megint Palacios-ra, hiszen ő szerezte az egyetlen gólunkat, úgyhogy nem is értem, miért nem vele lőttem el. Harry Kane. Son, nagyon jól játszik Son. Szerintem le fogja fejlődni hamarosan Harry Kane-t is, ő is 90-es körüli lesz. Elképesztően jó játékos. Adamu.
Az nagyon jó. Ott azt nagyon lehetett adni Adamunak, te jó ég. Gavi! Ez a Gavinak a lövések annyira nem mennek, konkrétan be kellett volna ívelni üres kapura. Adamunak meg át kellett volna emelni a kapust, vagy hát nekem ugye. Ndidi lejön, mondom belé meg be. Megint egy konkrét zicser maradt ki. Az egy az egyben a kapusa egy zicser szituáció. Vega. Oda csúsznak neki, de ez mi jöhetünk. Kicsit szabálytalan volt, de most már nem is törődök ezzel igazán. Óriási üres terület Gavi előtt. Gavi még mindig megy, nem rúgják fel. Arra vártam, hogy hát a felrúgják. Hogy tudod, hogy itt török befelé, és akkor felrúgják, nem történt ez sem meg. Emerson Royal. Kulusevski, szabálytalanok is vagyunk. Tehát bármit csinálunk, most lefújják majd, de elmúlt az előnyszabály lehetősége. Az jó. Hát az nem annyira. Felemeltük a labdát Ángel Di Mariának, de mint hiába. És kipasszolják a földön fekvő játékosunkat is. Kellemetlen, nagyon-nagyon kellemetlen. Regulion. Attila nem ér vissza. Lunin véd, az jó. Ángel Di Maria átpörgeti. Csodálatos. Adamu egyedül elől, ugye az egycsatáros felállásnak ez a hátránya, hogy ilyenkor egyedül kell megoldania, viszont ott van most jó helyzetben. A passz, a lövés, Dansbury Hall egyszerűen belefut az emberekbe. Amikor kapom Dansbury Hall a labdát, egyből lövöm, de már belesétált az emberbe, mire bármit is csinálhatnék, ezért kár. Harry Kane, nincs nagy tempója, de Attilát azért le tudja rázni. Kapja másodütemben Emerson Royal, de megoldottuk ezt is. Csak ebből meg így gól nem lesz, és már 81. percnél tartunk. Esetleg egy ultra attackinggal lehet még megpróbálkozni, csak ilyenkor minden fel fog borulni. De most nem megyek ezért ki a menübe, hogy átnézzem, hogyan áll a csapat már. Szintén szóval talán felesleges is. Úgyis mindenki támad, aztán megpróbál gólt szerezni, mint hogy Vega is. Az jó. Belöböljük. Adamu, nagy gól! 3-2! 3-2, vérezne a szívem, hogyha ezt nem bírnak 3-3-ra visszahozni, pedig benne van. Csak oda megyünk. Vega maradhat csatár, egyébként nem is rossz. Nem rakta rossz összül. Szóval nem rakta rosszra ezt a csapatot a gép. Azon gondolkodok, hogy ez így jobb, nem? Ez így jobb. De sehogy se jó, mert ilyenkor felborul a teljes felállás, tehát... Mindegy, megnézzük. 3-2 az ultra attacking, szerintem ebbe közrejátszott, hogy ennyire jó volt a helyezkedés. Csak ilyenkor nagyon-nagyon el fognak fáradni a játékosok 5 percen belül, de pont 5 percen a meccsben. Ángel Di Maria. Adamu. Ilyenkor mindenki max futásra van állítva, ezt direkt beállítottam ezt a taktikát, még talán együtt egy videóba. Adamu. Dú fölé, pedig ez jó helyzet volt 16-osról, malac mérges. 87. perc, annak is már a fele lejárt. Lábak közötti passzok, nagyon izgalmas, trükkös megoldások. Az mekkora a Dansbury Hall? Az hatalmas játék, Dansbury Hall! Semmi, pedig ő is tehetségnek van kikiáltva. Uff, azt ha megszereztük volna Lorisnak a rosszul sikerült kirúgását. Jó, Dansbury Hall, egy jó paszt ad, Adamu! Uff. Nem sikerült, sajnos. Az még a miénk? Nem? Ó, micsoda. Flipper golyóként pattogó labda volt ott, és ezzel mehet Harry Kane. Egyetlen egy védő van ott. Ujj, Harry Kane! Micsoda időhúzásokba, mert ezzel megint elment az idő. 3-2-re megnyeri a Spurs, de meccsben voltunk, csak nem sikerült megnyerni neki. Megnyerni döntetlen sem. Nagyon jól összeanrakva ez a Tottenham, okos igazolásokkal, Manéval a padom, hihetetlen erős. 89-es játékosokkal, gyönyörű, gyönyörű. 16 lövésünk volt, jó volt a labda birtoklásunk, jó volt a passzunk, mindenünk jó volt. Egyszerűen megint a Tottenham Hotspurnek volt több szerencséje. Nyilatkozzunk valamit, aztán haladjunk tovább a következő mérkőzésben. Sorozatban a harmadik vereségünket éljük át, úgyhogy ezen a meccsen se játszottunk rosszul, szerintem, és mégis pont nélkül.
távozunk, nehogy aztán malacnak meg nekem itt kirúgás legyen. Az igazán szomorú lenne. Itt egy vereségekről is beszélt Churchill. Hát igen. A vezetőség ezt már nem nézi annyira jó szemmel. Na nézzük a következőt, ez egy vendég lesz a Crystal Palace-en, akik 15-ek, konkrétan győzelmi kényszerben focizunk, mert már nagyon durván visszaestünk, már 10-ek vagyunk, tehát folyton esünk vissza. A győzelmi kényszer ott van, ott lebeg a fejünk felett. Úgyhogy én azt mondom, hogy most nem kell interjú, menjünk a mérkőzésre. Zaharov, Raksanyi, Stácsi, Riedewald, Escalante, Orbán, Willi Orbán, Saliba, Williams, Matthews, Leon. Vannak ismertebb és kevésbé ismertek nevek, át fogjuk nézni az ellenfél csapatát. Ez már inkább az, ami a mi szintünk szerintem. A kezdő csapat, gondolkodok, Kerkezt megpróbáljuk csereként behozni, hogy egy erős csere szituációt szeretnék kialakítani. Hogy majd meglepődjenek, hogy mi milyen embereket is be tudunk hozni. Úgyhogy Dansbury Hall hiába nem játszott annyira jól, Szabályos helyet fog játszani. Marquinhos helyett Adamu, ez nem B csapat, nehogy azt hitt, hogy B csapat, de igenis lesz benne turpisság. Ó, Van der Wolf fejlődött 79-re, csak szegény rossz formában van. És Afi fejet meg Ré fog lehetőséget kapni, és itt akkor lesz nekünk elég sok jó játékos. Úgyhogy megnézzük, hogy ezekkel a srácokkal mire megyünk, itt majd történni fognak mindenféle izgi cserék. Kiderül majd, ez egészen biztos, hogy szükség van-e ezekre a nagy cserékre, vagy sem. Egy picit B-csapatosabban megyünk ide, mondom, ott van Szalajati, Denaer, Gavi, tehát Lunin a kapuba, tehát ez nem olyan rossz gárda, de megpróbáljuk meglepni az ellenfelet, és a fél időben óriási cserék lesznek, egy eredménytől, teljes eredménytől függetlenül. Nézzük. Alexis Vegáról van szó. Hát ő a sztár igazából Palacios-szal. Nagyon jól játszik, meg jó játékos, 85-ös. A Palace stadionja, ugye ez licenszert, saját stadion a FIFA-ba, az új IFC is tele lesz majd ilyenekkel. Új stadionok bekerülnek. Tömkelege. Úgyhogy azokat is majd kipróbálgathatjuk. Jó, figyelj, mielőtt bármibe belekezdünk, nézzük át, hogy mit tud az ellenfél, mert erre nagyon kíváncsiak, hiszen szerintem a Crystal Palace az ott van velünk egy szinten. Wilfried Zaha, 82-es, nem egy rossz játékos, Roof 73-as, na ez már egy gyenge, Raksanyi, azaz Jeszurun Sándor, 71-es mindösszesen, valami fiatal tehetség, Stács, aki megint csak velünk egy szintű, 82-es, Riedewald, Escalante, Neal Leon, egy kreált játékos, ami, hát, na, hogy akartam mondani, szóval egy gépelt a kreált játékos. Willi Orbán, a magyar Willi Orbán 82-es értékelését beton stabilan tartja. Saliba, az a belső védő tengely, az komoly a Saliba Orbán. Ott nem sok mindent fogunk befejelni. Brandon Williams, illetve Remy Matthews a kapuban. Robert Street, Amrabat van még itt, az durva. A többi az rossz. A Johnstone-t azért nem értem, hogy miért nem rakják a kapuba 77-essel. Egy 67-es kapusnak az még championship is rossz kapus. Tehát ennek a Palace-nak gólt kell lőnünk. Végre egy olyan csapat, ami ellen jók lehetünk. Mert nem az, hogy 90-es, meg 91-es játékosaik vannak, meg 89, hanem itt bizony teljesen jogos lenne, ha nyernénk, papírforma lenne. Ré, nagy fiatalja a csapatnak, 73-as értékeléssel. Megnézzük, mit alakít majd. Saliba egyből, hát ő blokkolt is. Nekifutunk Vegával a kapunak, be is rezgett a háló. Willi Orbánra kíváncsi leszek. 82-vel ő is a legjobbak közé tartozik. Illetve hát nem kellene lesérítenünk, meg rossz élményt okozni neki. Hiszen a magyar válogatottban is biztosan játszik. Az jó. Ó, Dansbury Hall. Én kezdem úgy érezni, ez a srác nem tud lőni. Hát a szemétség ilyet mondani, de tényleg. Na nézzük. Lajdöni. Adamu. Ó, Escalante. Leon. Dansbury Hall.
Megint egy eladott labda. Gavi. Sajnos eladja, nem gyorsan reagál a gomnyomásokra. De most ezt megoldjuk vele. Gavi. Már lőttem volna Gavival, el is esett, ugye ez a lövés miatt voltam a becsúszás. Kár érte. Sándor. 71-es, de nagyon fiatalnak tűnt egyébként a fotója, a tablóképe alapján. Igazán fiatal srácnak gondolom. Adamu, ő se öreg, 23 életévével. Escalante nem tudja jól megoldani. Lajduni nem kapja vissza, Vegának ment, de nagyon tömörül. És ez egy új feladat, hogy egy kis csapat ellen hogy oldjuk meg, mert eddig ugye nem volt olyan, hogy nagyon nekünk kellett volna építkezni, inkább kontrákba játszottunk, ami nekem annyira ezek szerint nem megy. Most viszont nekünk kell építkezni. És lesz is időnk, meg nem is fogják elvenni tőlünk olyan sűrűn a labdát. Luninnak kell kiöklöznie, tehát azért Pálász is fog támadni, ez egyértelmű. De ahogy látszódik, talán nekünk lesz több lehetőségünk ez a meccsen. Az teljesen más kérdés, hogy be tudjuk elővenni azokat a lehetőségeket, vagy a Pálász az ilyeneket kihasználja a pontrugásokat. Ez ugyanúgy benne van. Nem papírforma, hogy nyerünk, senki ne így azt. Senki. Én tényleg félek egyébként, hogy itt is kikapunk, de próbálok koncentrálni. Alexis Vega. Húzok alá egy cselt. Az a baj, nem jött senki, tehát futni már nem volt értelme tovább. Lajduni. A lövése nem jó. Adamuval fordulnék kapura, de mindig ott volt valaki. Ré pedig nagyon béna ehhez. És még csak passzolni se tudok vele. Mert az is ellenfélhez ment, konkrétan indítottam az ellenfelet. Na most kell akkor futni, Szalai Attila, a húf szerencsére eléggé lassú, és rosszul is lő. Úgyhogy mehet tovább akkor a játék. Attila, ó, de pedig jó volt a közben nyúlása, de a passz megint nem jó. Megint csínybe sajnos. Ú, egy borulás, 11-esbe bármikor lehet gólt lőni, azt el kéne kerülni nagyon sürgősen. Na, az előző bőven elég volt, hogy összehoztuk. Vega óriási lendülettel, hatalmas tempóval. Oj, odaszúrt a labdába, én külsővel. De hát ez nem volt elég. Az, hogy átjárjunk a kapus eszén. Dansbury Hall, megint Dansbury Hall kerül lövő szituációba. Megpróbáljuk vele, megint? Ő kilövi Orbánt. Hát ezt mondom, te balfasz, hogy ne lőd szét a magyar játékost. Erre pofán lövi Willi Orbánt, hogy szegénynek csoda, nem törtem az orra. Istenem, hát egyetlen egy interakcióm volt, hogy mit kellene, meg mit nem kell csinálni az ellenféllel, az az, hogy ne lőtszik Willi Orbánt, ne sérüljön le. Ehhez képest gratulálnak. Matthews. Az jó. Az jó! Na, megint Dansbury Hall, nagyon durván játszik. Nem tudom, a Leicesterbe onnan elhoztuk, hogyan megy. Milyen módi ez? Ray? Ó, Ray! Na végre egy értelmes támadás, értelmes lövéssel befejezve. Jó van. Hát fejelni azt gondoltam, hogy nem fogunk elég magasak a Crystal Palace játékosai. Már Championship miatt is ugye vannak olyan játékosok, akik ott játszottak sok éven keresztül. Sándor. Ú, Raksanyi, azt jól elrontottad. És én is elrontom Telles-szel, mert nem arra az irányba akartam kotorni a labdát. Bedobásra akartam kitenni, viszont Sándorunk azért bebizonyítja, hogy még van hová fejlődnie. 0-0 eddig. Ré. Hát nem győzött meg ez a B-szerű csapat. A B-fradis emberek. Akiket általában pihentetni szoktam, vagy padoztatni, mert nem tudják bizonyítani. Egyébként megint Denayernek kell blokkolni, a Luninnek kell sokat védeni. Tehát azok vannak játékban, akik amúgy is sokat játszanak. Patrick Vieira, szerintem ő már beszeretne állni, mert mint ikon egy 80-as értékelés minimum megütne, megint egy nagyon kényes szituáció, Willi Orbán volt az, aki ráfejelt, ha nem láttad volna. Ó, Lunin, nagyon jól lehúzza, most kéne akkor valahogy megindulni. Tegyük ki oda, ott van Vega, Dansbury Hall, ez keretén ez a gyerek. Nyomok egy paszt, és nem képes, inkább kirúgja. Ezt a Dansbury, ó, meg tökön rúgják, majd összekapja magát. Ezt le fogom cserélni. Ezt a Dansbury volt, nem vagyok el megelégedve egyáltalán. Pedig ezt egy átigazolás keretén belül cseréltem.
de nem érzem annyira tűznek. Adamu kicsit felemeli a labdát, úgy indít. Ray, az be is lehet adni Dansbury Hall előtt. A világ, őt nézi mindenki. Most már Gavit inkább, jobban is jár vele. A nézők nagy része. Adamu emelt rá inkább a kapura, mint sem lőtt. Inkább ilyen emelésszerűség volt. Megnézzük Vegának, mit ér ez a szöglete, semmit. Szalajati, mint védő, rábombázza. Nem jó. A beadás. Ott se. És itt se. Semmit nem tudunk összehozni. Egyenlőre legalábbis Dansbury Hall majd megmutatja. Gyere, fiú! Egy lövőcsel. Egy... hát, azt hitte, hogy Orbán felrúgja, de nem. Ne. Oké, cserélünk. 0-0 az állás. Ne telózzál. Nézd a meccset. Nem vagyunk túl jók, valljuk be. 0-0 az vereségre jönne fel egy ilyen meccsen. Ré nagyon szomorú. Gondolom meghalt a kutyája, vagy nem tudom mi bánatja van, de helyette jön be Di Maria. Szebályos bejön Dansbury Hall helyett, az biztos, és Palacios pedig Light Duninak adunk még lehetőséget. Jó, rendben. Marquinhos 83-as, ő nem 82-es volt? 88-as tempója van, félelmetes, behozzuk. Úgyhogy ennyi egyenlőre. Kerkezt még nem. De hozhatjuk majd őt is. Meglátjuk. Egyelőre nézzük meg, hogy így mit tudunk letenni a pályára, mert gólok kellenének sürgősen. Nagyon-nagyon sürgősen. És most minőségbeli fejlődés van a legtöbb poszton szerintem. Meg az, hogy Dansbury volt, leszettük, szerintem értelmesebb akciókat tudunk véghez vinni. De aztán majd az idő megmondja. Ez tényleg így van. Ez a Leon úgy néz ki, mint Zaha. Mármint Zahának volt ilyen szőke haja. Kíváncsiak, hogy miket cserél az ellenfél is. Nekik is vannak jó cseréik. Azt a kutya fáját. Mit csinálsz? Meglepetés gól. Lunin szeme közé. Azt a mindenit. Crystal Palace goal, mondja a bemondó. Appáré. 50. percben vezet a Crystal Palace. És szurkolnak is. És nézed, a szurkolnak is. Marquinhosnak. Meg kéne mutatnia, hogy amúgy igazából mit is tud. Nagyon nagy bajban a Ferencváros. Ismételtem. Ahogy a valóságban, ha rosszul megy a Fradinak, már pedig az elég sokszor rosszul ment mostanában, bajnokiban is, azért sokszor kikapott az előző év vége felé is. Szóval rosszul megy a Ferencvárosnak, úgy szintén ők se tudják lejjebb tekerni a nehézséget, szóval ilyeneket ne is írogassatok, mert a valóságban se lehet lejjebb tekerni, és én ezt megpróbálom valóságszerűen játszani, ahogy elkezdtem, úgy fejezem be. Alexandro, az jó. Hát az nem volt annyira erős passz, de megoldották srácok végül. Vega tologatja a labdát, az zseni Gavinak. Ó! Angel Di Maria, de okos Gavi, hogy nem rálőttem vele, hanem passzoltam. És Gavi, mivel valami 90 körüli a passza, megoldja. Azt a mindenit, a Fradi táborot belengeti a zászlót. Ez a kapufa is szép volt, de az a Gavi, az nagyon okos volt. Di Maria pedig leszorítja a földre a labdát, és igazából... ó, a játékos láb, Willy Orbán lába között! A malac! Azt a mindenit, egy-egy, nagyon gyorsan elkezdett pörülni a mérkőzés. Újra döntetlen. Na most kell akkor képbe lennünk, és figyelni, hogy nem... ne tudjon ilyen jóvá támadás vezetni. Jaj. Oké, jó. Nem. Parasztam megint, hogy valami baj lesz ebből is. Ahely, Di Maria. Fuss meg, és akkor passzolom neked. Csak fuss már. Ne te lesz fusson. Úristenem. Miért nem fut Di Maria? Jó! Gavi! Mi van veled? Gavinho! A semmiből! Meccsembere! Mekkora befutások
cikcakok, játékok, helyezkedések. Kilövi a sarkot, kipókhálózta. Ha ott volt pókháló, most már nincs. Azt a mindenit. Gavi! Olé! Hatalmas játék. Nagyon, ez ledöbbentett. Ez rohadt nagy. Ez vacak volt. Ez vagy okosabban is megoldhattam volna. Kitesszük. Gavi. 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 Gavi! Nem lehet minden, nem lehet. Amúgy vezetünk, arra kell koncentrálni, megtartsuk ezt a vezetést. Gavi. Gavi, Gavi, Gavi. Az jó. Az passz volt, Dimari. Gratulálok. Ó, Dimari. Fú. Nem akarom lehozni, mert most hoztam be, de ez kegyetlen rossz megoldás volt. Nagyon gyenge volt. Nem is értem. Sanyi. Ó, Sanyi, milyen jó passzol. Sándorunk. Jó van. Gavinak van legtöbb lövése a csapatban. Azt figyeld. Na jó. Az még jó. Még mindig jó. Marquinhos azt megbírja futni, csak elvenni nem tudja, és hátra esik. Nehogy lesérüljön. Jézusom, az eléggé úgy tűnt, veszélyes volt. Mint a lesérülne. Ángel Di Maria, ez jó passz. Ez jó passz. Nem tudja, Willi Orbánnal a hézik szemba, ezt nem tudták megszerezni a labdát a játékosaink. Gavi ismét. Az jó. Az mekkora játék, jó ég. Minek ez a trükközés? Idióta. Ángel Di Maria! Les. Ő meg lesen. Di Maria most nem oké. Okay. A leselyezkedést azt meg nem én állítom, szóval azt neki kellett volna odafigyelni, hogy ne legyen lesen. Kár, mert ígéretes akció volt. Az milyen ragad a labda már kinyosz az amúgy. Nagyon félelmetes ő is. Fú, ez rossz passz. Ez az Ángel Di Maria, vagy ő volt az? Nem, Vega volt ez most. Mindig Ángel Di Mariát akarom hibáztatni. Az a baj, hogy lefelé fejlődik. Tehát már 76-os. De eladni már nem akarom. Nagy ikon. Így nem vonuljon vissza Premier League-ből. Ne egy francia kettőből mondjuk. Vagy egy olasz kettőből. Alexandro. A beadás. Senkinek. Senki földje beadása. Jól van. Pedig jó lenne még egy gól, hogy megnyugodjak. Lajduni felvágja az embert, fasírtot csinál belőle. Stácsaki 82-es, vele vigyázni kell, Zaha ismét egy veszélyes játékos. A szép, de Zahát felborítottuk. Kerkez jön be, mint megerősítve a védelmet. Ez ötletesnek tűnik ez a csere. Na nyomjad, nyomjad akkor. Jó, Lunin. Ezt nem vicceled meg, Lunint. Rúg ki, papa. Oda szélre. Tökéletes. Alexandrohoz. Nagyon jó. Gyors labdajáratás. Amrabat a pályán. Egyből labdát szerez. 79-es nagy ikon volt annó. Ez az Amrabat. Fiú most már is leeresztőben van, de még itt kiélheti magát a Premier League egyik kisebb csapatánál, úgyhogy hajrá neki. Csak ne ellenünk. Jó, köszi. Azt megint Amrabathoz passzolunk. Rof, Denayer, előre fiúk. De a üres emberhez adjátok, az is jó. Ez nem jó. Ez ilyet nem szeretjük. Denayer, ez taktikai szabálytalanság volt. Muszáj volt. Eszíti jön be Alexandro helyére, plusz védelmi upgrade is. Ráadásul mi jöhetünk, pedig mi szabálytalankodtunk, úgyhogy lehet, hogy volt valami les szituáció. Egy Di Mari, egy ívelés. Ángel Di Maria. Matthews simán fogja. Nagyon nincs formában most Ángel Di Maria, ezt a meccset nagyon nem érzi. Olyan közelről is sokkal jobb lövést kellett volna leadni. Pedig aztán Pavel Satolt minden, amit lehet csinálni ebben a játékban. Ez kevés. Gavi viszont nagyon jól játszik. Ez ismét egy perces időhúzás az, hogy kiment ott a labda, mert leblokkolt. Nagyon meg vagyok vele elégedve. Gavi a meccsembere. Az én részemről. Megedjük beadni. Kerkez szögletre. Jó, ezzel is elmegy az idő. Előre jön a kapus.
veszélyt érzek a pitében. De kerkezünk megoldja, és ráadásul elképesztően gyors, úgyhogy megiramodni nem tud, de legalább ott volt. Amrabat, veszélyes, Sándor, Amrabat jól van. Ezt pedig már itt kipasszoljuk szerintem hátra a kapushoz, de nem is kell. Lefújja a bíró mérkőzést, nyertünk 3 pont, csak nagy csapatok ellen nem megy, szerintem ott hát nem is nagy csapatnak számít, én azt gondolom. Úgyhogy itt ezen a meccsen konkrétan többet hallottuk a Ferencváros szurkolókat, mint hazaiban, mert végre jól ment, végre itt a 3 pont, úgyhogy ezzel tudunk előre haladni egy picit a bajnokságban. Hát megláttuk, hogy azért jó pár játékos nem éri el azt a szintet, amit én elvárok tőlük. Igen, Dansbury jól. Sajnos. Viszont nézzük meg, hogy állunk a bajnokságban, mert most ezzel 3 ponttal bízok benne, hogy visszaszereztük a 9. helyet, az nagyon jó lenne. Oké. Keményen dolgozunk, nagyon sok energiát fektetünk, hihetetlen gól, stb. Stb. Oké, nézzük a bajnokság állását, az érdekel engem a legjobban. Ugyanúgy 10-ek vagyunk, viszont megerősítettük akkor a helyünket ezek szerint. Túl nagy előrelépés nem történt, viszont a West Ham ellen fogunk játszani majd, akik pontszámban elég közel vannak, ők a 7-en, mi a 10-en, úgyhogy folytatódik majd a Fradi karriere a jövő héten. Addig is jók legyetek! Sziasztok!